ki a műsorával, már Európa számos lovas rendezvényét megjárta, illetve a hazánk legnagyobb lovas rendezvényeinek, mint például a Lovas Világkupának, a Nemzeti Vágtának rendszeres fellépői. Műsorában fontosnak tartja, hogy a lovai és kutyája, mint barátaiként vegyenek részt. Nagy hangsúlyt kapnak az olyan finom mozdulatok, amelyekkel csupán kéri a beleszerető élőlényektől a mozgást. Számára is fontos, hogy szeretetből és jó érzéssel adják elő műsorokat, pont itt van bármely hétköznapon, saját otthonukban a legelőn játszanának. E pár sorral vezetném fel a Lovak nyelvén című műsort, Hamza Viktória előadásában, amelyhez jó szórakozást kívánok mindannyiuknak.